Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket az Albert Stadionból. Több rossz eredmény után szeretném javítani a Ferencváros hazai pályán a Diósgyőr ellen. Elég, ha csak a közelmúltat említem, hogy ott volt a legutóbbi fordulóban az utolsó helyen álló Siófok otthonában az a mérkőzés, ami 0-0-es döntett, ennel ért véget. Aztán a hét közben a haladás ellen a Fradi kiesett a Magyar Kupából. A második forduló jelentette a kupában a végállomást, hazai pályán szenvedett az FTC vereséget, és így a nemzetközi porond igen-igen messze került, hát talán azt is lehet mondani, hogy látótávolságon kívülre került a Ferencvárossal kapcsolatban. Érkeznek a csapatok, és hát ha már a Ferencváros nem túl fényes jelenét említettem, akkor az összefüggéseket illetve meg lehet említeni, hogy ez a rossz széri, ez a rossz periódus már az előző szezonban elkezdődött a Ferencvárosnál, és a különböző edzőváltások eddig nem jelentettek megoldást. Most Ricardo Moniz feladata lenne az, hogy kitaláljon valamit. A himnusz után következzenek az összeállítások, kedves nézők. A vendégeknél Ribánszky véd, a védelemben Vági, Rakovics, Hanek és Gohér. A középpályán Elek Ákos és Takács védekezik, elsősorban előttük Gosztonyi, Fernández és Bacsa, az előretolt ég pedig Tisza Tibor, miközben a ferencvárosi tábor némi füstgránáttal színesíti a szó legszorosabb értelmében itt a mérkőzést felvezető időszakot. Most nem lehet túl jó ott lenni a B-közében, mert véletlenül levegőt nem nagyon kapnak, de hát egy kis színes koreográfia, és hát azért ez néhány percen belül eloszlik ez a füst, és akkor nem lesz akadály annak, hogy elkezdődjék a mérkőzés. A diósgyőri cserejátékosokat láthatták a hazaiaknál, a következőképpen néz ki a kezdőcsapat: Jova, Véd, Gyömbér, Klein, Besics, Schwab a védelemben, Józsi és Elempjevics előttük, Szomália, Orosz és Hakolá még egy sorral feljebb, az előretolt ég pedig Böde Dániel. A mérkőzés játékvezetője egy nagyon fiatal bíró, Becséri Dániel, mindössze 25 esztendős, és az idén márciusban debütált az NB1-es keretben. Hát most bedobták a mély vízbe, minden bizonnyal egy igen-igen hangulatos, hát remélem, hogy a hangulatot a lehető legjobb értelemben tudom mondani, hangulatos jó mérkőzésen kap lehetőséget a fiatal játékvezető. Az asszisztensi segítői Kelemen Attila, Kispár Róbert és Kovácsi Zoltán lesz majd. Lassan a félidő feléhez közelítünk, legalábbis az első 20 perc letelik. 0-0, egy távoli lövés Gyömbértől, nem volt veszélyes. Vági, Fradi, bedobás lesz. Sise Tibor még szabálytalanságot reklamált. Most már Böde a 16-oson belül, Böde csavarja, Ribánszky, a kipattanóra nincs zöldfény, érkező ember, de nem tudnak felszabadítani a vendégek, Szomália lőhet, oldalháló! És senki nem ért hozzá, így kirúgás lesz. A veszélyes beadás után újabb veszélyes Ferencváros lehetőség, Böde került a 16-oson belülre, jó volt a csavarás, és itt nem tudta Rakovics kihúzni a labdát, így Szomáliának volt lehetőség az ismétlésre, az oldalhálót találta el. Büdéjé az érdem elsősorban, hogy ez a helyzet kialakult Ribánszky kapuja előtt, és Szomália tudta végül még egy lövéssel befejezni. Büde, aki az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Fradiban a csatár mögött játszik, most Perics mögött játszik. Labdavesztés, és ebből baj lehet a Fradinál! Gosztonyi lövése után ment el a labda a kapu fölött. Sisa Tibor tapsolja meg a próbálkozást, valóban veszélyes volt. Itt Klein, és hát ez az, amitől az edzők infarktus szoktak kapni. Az ilyen kapu előtt az alapvonallal párhuzamosan keresztbe passzolt labdák, azokra mindig azt mondják az edzők, hogy a védők ilyet nem csinálhatnak. Jó a labda Alempievicsnek, bár kicsit meggyűlik a baja az átvétellel, de most már Gyömbér indulhat, ezt akár el is lőheti, a paszt választja, jön ki Ribánszky, és leveszi a labdát Szomália lábáról. Remek volt a kapus megmozdulása, pedig volt rizikó abban, ahogy elindult, mert Szomália kezdő sebességét ismerve, hogyha kicsit késik, 11-es is lehetett volna belőle, de abszolút precízen, pontosan labdára vetődött a Diósgyőr kapusa. Gyömbér beteszi laposan, Takács volt jó helyen. Elek,
Elek is indít azonnal, Gosztonyit még hozzá, és el is jut a labda Gosztonyhoz a jobb oldalra. Klein és Schwab lesz, mert beteszi középre, eltűnik Tisza 16-oson belül, a labdát pedig magához öleli Jova, nincs 11-e. Na most itt az imént jelenet, Gosztonyi betette középre, és ott valóban egy pillanatra megnyúlt Tisza a meze, ha jól láttam, igen, Besics volt mellette. Az más kérdés, hogy Tisza már akkor esett, amikor elengedte Besics. Majd meghallgatjuk Rutka Jánost, mégis egy válogatott védő van a stúdióban. Biztos van véleménye az esettel kapcsolatban, meg az első félidővel kapcsolatban is. Egy félidőnyi játék után Ferencváros Diósgyőr 0-0. Leginkább mezőnyjáték folyt az első félidőben. A vendégcsapatnak egy Gosztonyi lövése volt, illetve hát ez az iménti adott esetben vitatott jelenet. A Fradinál pedig egy veszélyes beadás, amit Libánszki húzott le, illetőleg aztán Böde próbálkozása, ami után pedig Szomália ismételt és az oldalhálót talált el. Gól nincs, helyzet is kevés, több kell mindkét csapattól ahhoz, hogy akár egyik, akár másik itt ma 3 pontot szerezzen. A diósgyőriek dobhatnak, Tisza kéri el a labdát. Böde szerzi meg, indul Szomália, és most Böde futtatja Szomáliát, Szomália lépés előnyben, és betörhet a 16-osan belülre, Szomália, és odaért még a becsúszó Rakovics. Az utolsó pillanatban pedig ez most igazán az volt, amit Szomáliával kapcsolatban Ferencváros tud és szeretne játszani, belülni a labdát az üres területbe, Gohért simán lefutotta Szomália, de kisegítette a balhátvédet a társ Rakovics. Remek becsúszás volt, labdára ment, szó nincs 11-esről. De újabb Ferencváros helyzet közben, és lepattan a lövés. Orosz lőtt kapura, és lepattant a labda a diósgyőriekről. Egy újabb ívelés, Klein nem tud fejelni, Szomáliához kerül, visszagurított labda, Józsi lő, felpattan, újabb szöglet lesz, és közben egy diósgyőri a földön. Schwab hosszul vette át, de meg közben a földön még. Most tápászkodik fel Schwab. Schwab teszi kapura! Kapufa! Schwab Dániel! Addig-addig tologatott, és addig-addig hagytak neki teret és időt, míg kapura lőtt, és majdnem megszerezte a vezetést a Fradinak. Böde. Szomáliának át a túloldalra, Szomália el tudja fejelni, Perics ollózó mozdulattal, ott az ismétlés, oldalháló. Alempiev is lőtt most kapura. Hát ebben a bő 10 percben, amit eltelt a második félidőből, veszélyesebben játszotta a Ferencváros, és több lehetősége, veszélyes helyzete volt, mint jóformán az egész első félidőben. Bal külsővel, nagyon jó, technikailag remekül kivitelezett lövés, és a léc és a kapufa találkozását találta el pont Schwab Dani. Jenner, sprintel mellette Schwab. Jenner, középre Bödéhez, Ribánszki. Megint jól lépett ki a kapujából a diósgyőri kapus, már sokadszor a mai mérkőzésen. A sorfal megfelelő távolságban, a labda pedig a kaputól 30 méterre. Jenner tehát. Jenner beíveli. Van érkező ember, vezet a Ferencváros! Julián Jenner szabadrugása után figyelmetlen volt a diósgyőri védelem a jobb kapufánál, és megszerzi a vezetést Ricardo Moniz csapata. Benne volt valamelyest, már benne volt a játékban, a második félidőben látottak alapján az, hogy a Fradi betalál, és most meg is történt. Böde Dániel érkezett a hosszú oldalon, és pontosan kilőtte a bal alsó sarkot. Vezet a Fradi. Itt a szabadrúgás még egyszer, és ott üresen hagyták Bödét a diósgyőriek. A másik oldalról is jó volt az ívelés, meg Böde érkezése is. Hanek számította el magát, és ott úszott a levegőben teljesen haszontalanul. Böde lövése után pedig Ribánszki már tehetetlen volt. Böde Dániel tehát a gólszerző.
és egyből rákapcsol a közönség, nem is egy, hanem két fokozatot. A vezető gól meghozta a drukkerek, a hazai drukkerek kedvét. Szomália. Takács szerelte, de még figyelniük kell, mert érkezik Szomália, és megszerzi a labdát. Szomália beteszi laposan középre, ott a lepattanó, bödelövésébe lépett bele Kohér. Széteső a Diósgyőr védelme, ez látható, mintha megfogta volna őket a bekapott gól. Itt több hiba is volt, tehát egyértelműen az övék volt a labda, de senki nem ment rá, és Szomália belépett, elcsípte a labdát, és a kipattanóból, a lecsorgó labdából még böde tudott ismételni. De egyelőre a második góltól megmenekült a Diósgyőr köszönhetően Gohér mentésének. Ferencvárosi szöglet. Libánszki kimegy a túloldalon. De hozzáért ezek szerint a kapus Libánszki, mert hogy Jenner már fut át a túloldalra, újabb hazai szöglet következik. A Ferencváros a saját első félidei játékához képest is jelentősen jobb a második félidőben, és az ellenfélhez képest is jelentősen jobb ebben a játék részben. El is ment Zúrják József, és cserélni fog a Diósgyőr. De itt még egy szöglet. Veszélyesebbnek tűnt a fejes, mint ahogy az valójában volt, majdnem a szöglet zászlóig gurult a labda. A gól még egyszer, Jenner ívelése, és Böde befejezése. Igazán nem játszott jól, úgy mindent egybevetve a ideigazolás óta Böde Dániel, Jenner pedig a szögletnél. Rövid oldalra, volt is ott fejes, méghozzá Böde Dániel fejelt. Elek a túloldalon. Pesics mögötte, Elek szépen tovább Da Silvához, visszateszi Da Silva Eleknek, Elek bement a darálóba, ott már fel tudtak szabadítani a Ferencváros játékosok, és ebből akár lehet egy kontra, három védő, két támadó, aztán érkezik Csukics is, Vági, Pericssel szemben szabadrugás, és lap, és Váginak volt pár sárgája. És ha Vági kap még egyet, akkor ember hátrányba kerül a Diósgyőr, már pedig kap még egyet, megint joggal. Vágit kiállítja a játékvezető Becséri Dániel. Nem Gosztonyi Andrásról van szó, hanem Vágiról, de a lényeg az az, hogy 10 emberrel folytatja a DVTK. Erről beszéltem már az első félidőben, hogy igen-igen szorgosan gyűjtötték már akkor is a vendégjátékosok a sárgalapokat, aztán idővel a mérkőzés folyamán Vági is kapott egyet, és ezért egyértelműen járt a második. Nem labdára irányul a mozgása, mint a játék alapján indokolt lehetett Tisza cseréje, mert nem volt ez az ő mérkőzése, de hát nem nagyon kapott támogatást, az az igazság. Lövő helyzet a Ferencvárosnál fölé. Csukics lőtt. 2 perc hosszabbítás lesz a mérkőzésen, 4 van még összesen hátra, 1-0-ra vezet Böde Dániel góljával a Ferencváros. Indul Böde, megy mellette Szomália. Böde, Szomália, Böde, nagy játék, mellé! Ezt lejátszották sakmatra, csak a befejezés hiányzott. Kitette Böde, Szomália egyből vissza, Böde pedig belsővel a jobb kapufa mellé. Jó kényszerítő volt a kulcsa ennek. Megszerezhette volna Böde Dániel a második gólját, de nem célzott elég jól. Bacsa felé az ívelés, Bacsa nem tudja megtartani, és most már egyre másra vezetheti nagyobb területeken a Ferencváros a támadásait, most Csukicsnál a labda. Csukics laposan teszi be, van érkező ember, 2 is, Perics nagyon szépen akarta, mondhatni meghalt a szépségben, sarokkal próbálta kapura tenni a labdát. Jó volt a középre passzolt labda, Böde Dániel előtt elmegy, Perics pedig a jobb lábával a bal talált el.
Hát megmondom őszintén, azért egy góllal vezet a csapata, azért nem, annyira nem sziporkázik a Ferencváros, hogy ne legyen rászorulva arra a második gólra, meg Perit sem játszott annyira jól, hogy ne legyen fontos neki, hogy betaláljon, ezt belsőbe be lehetett volna tenni, és akkor nem találja el a jobb lábával a balt. Ez tehát még a hátralevő két percben a kérdés, hogy vajon ez összejön, de hát a jelek szerint sikerülni fog a Ferencvárosnak. Józsi, Józsi lövi el, Ribánszki, kipattanó labda, Csukics, Csukics, Böde. Böde be tudja tenni, Ribánszki nem tudja megfogni, kirúgás. Az jól látható, hogy most élvezik a Ferencváros játékosai a futballt, tehát hogy ne élveznék, vezetnek hazai pályán, szép számú közönség előtt, emberelőnyben futballoznak. Csak hát akkor ugye adódik a kérdés, hogy olykor-olykor miért nem játszanak ugyanilyen kedvel. Seydi. Már a hosszabbítás első perce is letel. Seydi. Szerelik. Elveszíti viszont Csukics, Elek, Seydi. Itt Józsi lövése, Ribánszki védett. Ha igaz a jelzett két perces hosszabbítás, akkor fél van még hátra. Szomália Gohér fejeli el, Böde ugrik oda. Szomália kiteszi balra, Perics, Zitzer, kijön Ribánszki, Perics, bent van! 2-0 a Ferencvárosnak, és hatalmas öröm a kispadnál. Megérdemelten 2-0-ra megnyeri ezt a mérkőzést hazai pályán a Ferencváros, és csak betalál Milán Perics is. Ha az előbb még el is adta a nagy helyzetet a szép megoldásért, itt már sikerült a jót választania. Jóva is előre jött örülni. A Diós Györgyek tehetetlenek voltak, és hát lesről szó nincsen. Szomália jó meglátása, Dibánsz kijött, próbálta zárni a szöget és lezárni a területeket Perics előtt, de így is megtalálta Milán Perics még azt a rést, ami elég volt a gólhoz. 2-0 a Ferencvárosnak. Itt a kapu mögül, láthatjuk, hozzáért meg Ribánszki, de védeni már nem tudott, és itt a mérkőzés vége. Rég volt ekkora öröm itt az Albert stadionban, az egészen biztos. A Ferencváros megérdemelten 2-0-ra legyőzi a Diós Győrt. Sisa Tibor bánata, meg a játékosok elkeseredettsége, de hát a másik oldalon meg természetesen ott, érthetően ott van az öröm. Böde Dániel góljával, Jenner szabadrugása után szerezte meg a vezetést a Ferencváros, aztán a hosszabbításban már a széteső, meg kitámadó, meg emberhátrányban futballozó Diós Győr mellett Szomália passza után Milán Perics is betalált, így alakult ki a 2-0-ás végeredmény. És megvan Ricardo Moniz második bajnoki sikere, az első a haladás ellen volt. Most megvan a második siker, a második három pont. Megérdemelten győz itt a hazai csapat, ehhez nem fér kétség. Hiába volt a mérkőzés előtt, ha a tabellára pillantott az ember, előrébb a Diós Győr. Itt ma a Ferencváros jobban futballozott az első és a második félidőben is, külön-külön is, így értelemszerűen a mérkőzés egészére nézve is, de elsősorban a második játék részben szolgált rá a Ferencváros a győzelemre és a három pontra. Ott jött ki igazából a különbség a két csapat között, és most ott az örömünnep a B közép előtt, mert a szurkolók még megszavazták a bizalmat Ricardo Moniznak, és most meg is tapsolják itt a vezetőedzőt, aki gondolom én, hogy előbb-utóbb majd odaér Erdmann Mátyáshoz is. De most, ha jól látom, már ott van Sisa Tibor. Úgyhogy Matyi, hogyha ott van Sisa Tibor, akkor tiétek a szó. Kommentátor. Ja. Itt is van már velünk Sisa Tibor, a Diós Győr vezetőedzője. Természetesen kíváncsiak vagyunk a véleményére. Mi hiányzott a második félidőben a Diós Győr játékából ön szerint? Úgy gondolom, hogy nem volt rossz mérkőzés. Elég küzdelmes is volt.
nem biztos, hogy ebben 2-0 volt, talán még az X-hez is közel állt a mérkőzés. Bár hozzáteszem, amikor már 10 voltunk, akkor már ki is nyíltunk meg, onnantól kezdve sokkal könnyebb dolga volt az ellenfélnek. Azt hittem, hogy pont rugásból fogunk majd gólt rúgni, de az ellenfél rugott belőle gólt, és hát így alakult. Én többet érdemeltünk volna, úgy érzem, sok szempontból és sok embertől. Tudom, hogy 11 játékosból áll egy csapat, majd Rudolf Gergely érkeztével a támadó variációk egy kicsit bővülnek. Az is itt fölmerült meccs közben, hogy a Tisza Tibinek vajon hol lehet igazán a posztja elől, csatárban vagy középpályán ön szerint? Hát mérkőzés függő ez valahol. Tisza Tibi nem rossz játékos, még egyelőre góllövő cipőjét nem találta meg, de nagyon bízom benne, hogy hamarosan sikerül majd. Köszönjük szépen Sisa Tibornak, és sok sikert kívánunk önnek is, és a Diósgyőrnek is, és pár másodpercen belül itt lesz velünk Ricardo Monez is, a Ferencváros győztes trénere, akinek majd a véleményét Máté Csaba másodedző segít majd nekünk tolmácsolni Hollandról. Természetesen gratulálunk Ricardo Moneznak és a Ferencvárosnak a győzelemhez, a második fél idő alapján megérdemelt a siker. First congratulations for the overwinning. Basis van de tweede helft is verdiende overwinning, denkt hij. Ja, we hebben het wedstrijd gecontroleerd, ook de eerste helft. En de klasse van Jenner in de vorm van een goede vrije trap heeft eigenlijk ons over dode punt geholpen. Hát úgy érzi, hogy az első fél időben is mi kontrolláltuk a mérkőzést, mi domináltunk. A Jennernek egy fantasztikusan elvégzett szabadrugása jelentette ezen az árt meccsen azt, hogy meg tudtuk szerezni a győzelmet. És főleg a vezetés megszerzése után már az érződött a játékosokon, hogy élvezik a futballt. Ez néha eddig hiányzott. Na de eerste doelpunt, de spelers kwamen een beetje rust, ze kwamen los. Ze speelden meer beter voetbal dan vooraf. Ja, dus. En zo moet je beginnen. Er is geen enkele druk. De druk hebben wij, de trainer heeft de druk. En hun moeten heel ontspannen zijn, vind ik. Omdat we voor zo'n publiek moet je heel vrij zijn en los. En dan kun je creatief zijn. Nou, dat komt na die 1-0 beter, maar we moeten eerder eigenlijk al het initiatief nemen. Maar goed, ik ben blij met de 3 punten. Tehát fontos, hogy az elejétől kezdve felszabadultak legyenek a játékosok, az edzőkön van a nyomás, nem ő rajtuk. Egy ilyen fantasztikus közönség mellett, buzdítása mellett az első perctől kezdve felszabadultan kell játszani. Nagyon örül a megszerzett 3 pontnak, amit úgy érzi, hogy megérdemeltünk. Congratulations! Köszönjük szépen Ricardo Moneznak és Máté Csabának!